A sajmászat akkor annak idején talán be kellett volna engedni az országba. Akkori politikának volt a hátránya. Bíztam benne, hogy másodszor nem fogják azt megtenni, amit tavaly megtettek. Szomorú esemény volt nagyon. Itt voltam akkor is, bár nem vagyok komáromi. Úgyhogy örülök, hogy végül is beváltotta ígéretét, hogy jövök. Ami megígértem, visszajöttem. Szent István nem csak a miénk. Nem csak a mi egységünk szimbóluma. Királya volt minden népnek, amely országában élt. Elindítója a közös történelmünknek, a szlovák és a magyar nemzet szorosan összefonódott történelmének is. A nyelvében, kultúrájában, történeti tudatában egységes magyar nemzet ma éppen 8 ország területén él. Több mint 1000 éve ugyanott lakó őshonosként. Ezért tisztelt ünnepi közönség, először is szükséges tisztáznunk a nemzet és az állam viszonyát. A magyar állam és a magyarság határai soha nem estek egyben. A magyar államnak kezdettől fogva más nemzetek is részei voltak, és részei ma is. A magyarság egy része pedig a történelem során nem egyszer a magyar állam határain kívül élt. Egyközben a határok változtak, nyelvünk, kultúránk, történelmi tudatunk és azonosságérzésünk egysége töretlenül mindmáig fennmaradt. Európában az államok és a nemzetek nem szükségképpen esnek egybe. Sőt, egybeesésük kivételes. Európa nagy részén, de a mi régiónkban, a Kárpát-medencében különösen, etnikailag és nyelvileg homogén államot nem hozhatunk létre. A szomszéd népek magyarokkal kapcsolatos véleményének, hozzáállásának, értékrendjének a megváltozása nélkül ugyanis nincs végleges és megnyugtató megoldás. És hasonlóan nekünk is új hozzáállásra van szükségünk a szomszédokhoz. A magyar nemzet egész évek végérdeke, hogy ezért a változásért mindent megtegyen. És minden esély megvan most arra, hogy szakítsunk az átöröklött sérelmi és tragikus hozzáállással. A megbékélés az a belátás a legfontosabb. A többi érintett nép szempontjainak létjogosultságát is el kell ismerni. Ehhez azonban ismernünk kell őket, történelmüket, mai életüket és törekvéseiket. És tisztelt ünnepi közönség, ez fordítva is áll. Alapvető szükséglet, hogy a szomszédok ismerjenek minket. Ismerjenek meg minket, és ismerjenek el minket. Büszke vagyok, hogy elmerjenek. Hát, hogy beengedték. Most meglepődtem rajta. Tavaly azt mondta, visszajövök. Hát visszajött. Minden jó, a vége jó. Örülünk, hogy itt van nálunk. Remélem, hogy így a közeljövőben így minden helyre alakul, és ugyanaz lesz, ami eddig. Úgyhogy hajrá, magyarok!